Az ügyészség indítványa szerint a férfi 2023. június hónapjában egy Jászhanykun Szolnok vármegyei községben 6 alkalommal követett el lopási cselekményeket. A terhelt egy alkalommal egy élelmiszerboltba, míg 5 másik alkalommal magánszemélyek ingatlanaiba ment be a sértettek tudta nélkül. A férfi 3 esetben a nyitott ajtón keresztül, 2 esetben a zárt ajtót benyomva, míg egy alkalommal a padlásfeljárót megbontva jutott az ingatlanokba, és a 6 helyszínről összesen 700 000 forintot meghaladó értékben lopott el használati tárgyakat. A járási ügyészség ezért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a férfi ellen már más cselekmény kapcsán korábban vádiratot nyújtott be a tiszafüredi járásbírósághoz, mely büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Ezen túlmenően a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított a hatóság elől megszökne, továbbá, mivel bejelentett munkahelyjel sem rendelkezik, fennáll annak a veszélye is, hogy a korábban elkövetett cselekményekhez hasonló újabb bűncselekményeket követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A döntés ellen a terhelt fellebbezett, így a kényszerintézkedésről a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt véglegesen.